Istenünk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Szent Háromság ünnepe után első vasárnapon Isten igéjével, Péter első leveléből, az első fejezet 25. versével. Az Úr beszéde megmarad örökké, ez a beszéd pedig az evangélium, amely hirdettetett nekünk. Ámen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy július 6-án Sárszentlőrincen lesz a cigány ételek bemutatója, erre szeretettel várja a gyülekezeti tagjainkat, illetve a bejáratnál megtekinthető ennek a rendezvénynek a plakátja. Hirdetem továbbá, hogy augusztus 3-án az erdélyi testvérgyülekezet küldöttségével közös kirándulást szervezünk Gerezsdak-Mohács útvonalon. A kirándulás díja ebéddel és vacsorával körülbelül 10.000 forint lesz. Részletekről érdeklődni, illetve jelentkezni július 7-ig lehet Aradi Valériánál. Hirdetem továbbá a gyülekezetnek, hogy holnap, azaz június 24-én presbiteri ülést tartunk, este 6 órától erre várjuk a presbiter testvéreket. Isten áldása legyen mai alkalmunkon is, énekeljük kezdőénekünket, a 61-es számú éneket.
a te hűségedben bízom, Istenem, szívem örül a te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem, a te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Hallgasson meg a keresztény gyülekezet mai vasárnapunkra,
Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra oltár előtti felolvasású rendet igéket, mert megírva találunk Mózes 5. könyvének 6. fejezetében, a 4. verstől a 9. versig, majd énekeljük a 282-es énekünk első versét, és hallgassuk meg az evangéliumot Lukács evangéliumából a 16. fejezetből, a 19. verstől a 31. versig a következőképpen. Halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd ezért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínak között gyötrödve, felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrödöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tartunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, és onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak profétáik. Hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta. Nem úgy, atyám, Ábrám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megkérnek. Ábrám ezt felelte. Ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság együtt az Isten. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a foglokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mert a keresztül szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek,
de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek helye. Mert megvan írva, véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója? Nem tette el vonottságá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés vonottsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók hiát kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig vonottság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten vonottsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Ámen. Kedves gyülekezet, szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt vasárnapon is hallottunk bölcsességről a Prédikátor könyvében. Arról a bölcsességről, amelyben aztán kiderül, hogy valójában nem képes saját emberi határait túlélni az ember bölcsessége, azonban a bölcsesség válsága elvezethez ahhoz a hitre való felismeréshez, ami nem a mi kezünkben van, hanem az Úristen kegyelméből származik. Sok bölcs nem jut el Isten ismeretére, és a korabeli gyülekezet valószínűleg az adott közegben a bölcsességre, mondjuk így az elvont gondolkodásra helyezte a hangsúlyt, az értelmet előtérbe helyezte. Korintusi gyülekezetben nem csak a széthúzás jelentett feszélyt, okozott nehézséget, hanem bizonyos teológiai fogalmak is tisztázásra szorultak. Pál hív és tanítja a gyülekezetet, és figyelmezteti őket arra vonatkozóan, hogy az emberi bölcselkedés, az emberi gondolkodás igen távol áll Isten bölcsességétől. Nem azok látják meg Isten dicsőségét, akik a világ bölcsességét hirdetik, hanem azok, akiknek megnyílik a titok, akik átélik Krisztus szabadító szeretetét, akik lelkileg válnak bölcsé, akik a megváltóval, a feltámadottal találkoznak. Ez a halál, a kereszt halál pedig botrány volt az akkori és a mai ember szemében is. Oly sokszor botrányt éljük meg. Azonban Krisztus tette, amely Isten terve szerint történt, úgy tetszett Istennek, látszólagos törékenységében mutatja meg valódi erejét és irányban mutatott szeretetét. Ez nem vonottság, hanem boldogság a benne bízónak. És Pál apostol ezt érhette át azon a bizonyos damaszkuszi úton. Sokszor beszélünk egymás között arról, hogy a hétköznapokban jól döntünk-e, elég bölcsek vagyunk-e. Sokan sok tapasztalattal rendelkeznek, és hétköznapokban bölcsen tudnak belátni, tanácsot adni. Mégis mindez értelmét veszti a keresztre tekintve. És mai igény arra is rámutat, egyedül Isten az, aki uralkodik mindenen, ész és értelem felett. Ő az, aki úgy és annak nyilatkoztatja ki magát, akinek szeretné, és aki hittel fogadja el, és keresi őt. Kedves testvérek, az interneten böngésznek találtam le olyan videókra, és olyan videóra lehet, hogy látták többen is a Facebookon, ahol hátrányos helyzetű, sokszor fogyatékkal élő emberek indulnak el egy-egy versenyen. Hát, ha valaki ismeri, akkor a spártán részen, ami egy akadálypálya, egy kihívás, amit több ember sokan szoktak egyszerre teljesíteni. És az egyik videóban egy olyan úriembert láthatunk, aki bár lábak nélkül, de kezében előre tolja magát, és nagyon jól veszi az akadályokat, végig csinálja is ezt a kihívást. Érdekes látni azt is, talán a számunkra is egy botrány nekünk erről lehet, hogy miért küzd, miért nem valamiféle külön kategóriában indul, mégis ilyenkor eszünkbe juthat, hogy bár értelmetlennek tűnik, nehéznek tűnik az ő küzdködése, mégis együtt küzd és halad a többiekkel. Teadásul ezt is kiderül egy idő után, hogy
kiválóan hárítják az akadályokat. Csupán rácsodálkozni tudunk arra, hogy honnan nyerik az erőt, és ő maga honnan nyerte az erőt a verseny teljesítéséhez, az akadályok leküzdéséhez. Hiszen mi is valami hasonló forrásra vágyunk. Lehet, hogy ajtunk kívülről talán nem látszik meg. Sokszor boldogtalannak, hiányosnak érezzük magunkat. Saját lelki problémáinkkal, akadályainkkal nem merünk szembenézni. Vajon honnan is, kitől nyerhetünk erőt? A válaszom a hívben is tetten érhető. Szerető mennyi atyától, erőnk forrásától, akiről azt olvassuk, hogy erőtlensége erősebb az emberek erejénél, és vele minden akadályunk képesek vagyunk túljutni. Biztathatjuk és erősíthetjük egymást, de Isten szeretete nélkül elvesznék. Ő neki kell életünk középpontjába lennie. És a forrás, Isten igéje, az ige hirdetés, ami szintén elkísér minket életünkben. És aki hallja az ige hirdetést, és komolyan veszi azt, az nem tartja a boldogságnak, hanem nézi, hogy ezen keresztül is Isten munkálkodik az ő életében. Hatással van rá, és helyes irányba terel. Az akkori görög világ a bölcsességet túlértékelte. De Pál vitatkozik és felmutat arra, hogy Isten bölcsességével senki és semmi sem betegszik. Keresztül szóló beszédet nem lehet bölcsességgel megmagyarázni. Mert arra, amit Isten tesz, ahogy gondoskodik rólunk, nem lehet szavakat találni. Az a szeretet, amelyet felénk fordul, számukra sokszor megfogalmazhatatlan, felfoghatatlan, azonban átélhető és elfogadható. Hittel és bizalommal tudjuk elfogadni, amikor már nem tudunk rajta elmérkedni. Szóval hatásában az Úristen bennünk való munkálkodása nyomán valódi boldogságra merünk. Az ő igéje, az ő szólítása, az ő hívása számukra nem bolondság, hanem boldogság. Hiszen ő vezet üdvösségre, azzal, hogy megszólít és lehetőséget ad a javításra. Azzal, hogy Krisztus küldi el, hogy nekünk életünk legyen, hiszen neki úgy tetszett. Az ő erre ad lendületet, akár csak a hátrányra indulóknak, hogy ne akadjunk el. Sőt, hogy abba az irányba, és úgy vegyük az akadályokat, hogy ne látszódjon rajtunk. Nem vagyunk egyedül, mert ő ott van mellettünk. Mert a keresztül szóló beszél, borontság minden azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik üdvözlünk, Istennek ereje. Kedves testvérek, hogyha a Tórára tekintünk, Tóra tanítása szerint átkozott az, aki fántunk. Egész egyszerűen botrány, és Pál apostol is ebben a felfogásban nőtt fel, de megadatott neki, hogy meglássa a felfeszítettet, benne Isten fiát. Kiről tudja, hogy kivételes személy. Kivételes az, akit keresztre feszítettek Jézus Krisztusban. Az akkori keresztények vallották Jézus halálának és feltámadásának üdvösséget szerző voltát, hanem az, hogy keresztre feszítve halt meg, tálapostolnánk a igazán hangsúly, cserkét épül később a keresztteológiája is. Aki visszautasítja a keresztről szóló beszédet, az elveszett. És éppen ezért hangsúlyozza Pál a korintusiakra, Krisztus váltotta meg őket, és ő Krisztus testének részei. Így nem tehetik meg, hogy szakadás jön létre közöttük, Isten akaratát kell követniük. Félre kell tenniük mindenfajta bölcselkedést, hiszen az ember nem képes önmagát jobbnak mutatni Isten előtt, megismerni Isten titkait, nem képes önmagát megváltani vagy megigazítani. Megváltás eszközét kell felismerni, amit sokan akkor és ma is bolondságnak tartanak. Az ige hirdetést, amit a maguknak, maguk bölcseknek tartó kigúnyolnak, miközben Isten éppen azzal fogja meg az embert, érinti meg, szólítja meg és állítja a választás elé. Az ige hirdetésen keresztül sok embert megszólított és ma is megszólít, hogy együtt induljunk el a hit útján. Így tekintünk ma is együtt a keresztre,
a keresztről szóló beszédre, amely egyaránt lehet számunkra boldogság és öröm forrása, akinek boldogság az rájuk, hogy benne mi, kicsoda mutatkozott meg, hogy ő erőt és győzelmet sugároz. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igék hirdetés boronsága által üdvözítse a hívőket. Már sokszor túlértékeljük magunkat, rá kell döntenünk, hogy előfordul, hogy tévúton járunk is. Nem biztos, hogy az általunk elképzelt út, bölcsesség jó úton tart minket. Nem biztos, hogy ezen szeretne bennünket vezetni az út. A keresztül szóló evangéliumban megtalálhatjuk a benne lejövő szeretetet, az Úr szeretetet és az ő vezetését. Szent Lelke által felismerhetjük hívó szavát, amikor a mai vasárnapon arra figyeljünk, hogy figyelj a hívó szóra. Az ő jósága és üdvözítő ereje megadatott Jézus Krisztus által. Nem eltaszító, hanem hívő és hívó szó szólal meg ma. Nem kirekesztő, hanem minket hívogató szóról van szó. Munkánk és pihenésünk pedig Isten áldásával telhet meg, és általa igazi Isten tiszteletté válhat életünk. Így pedig figyeljünk rá a mai vasárnapon is, így fogadjuk el az ő hívó szavát, az Úr Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Ezzel a reménységgel hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Kegyelmes mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy szent ígéret ma is hirdettetted szolgáid által. Attól, hogy szent ígéret gazdagsága bennünk maradjon, és mi annak gyümölcseit teremjük hitben és szeretetben. Ó, meg minket minden gonosztól, irítségtől és bőktől, visszájtól és szeretetlenségtől, hitetlenségtől és megkeseredéstől. Könyörülj meg egyházunkon, vezess irányít szent lelkeddel, adj nekünk hűséges pásztorokat és igehirdetőket, áld meg hazánkat, népünket és vezetőinket, áld meg minden becsületes munkát és szándékot, add, hogy mindjárt egyetértéssel fáradozzunk népünk és az emberiség jólétéért és békéjéért. Áld meg a házastársakat, hogy szent és tiszta életben járjon. Neveld és vezess gyermekeinket, légy az özvegyekkel és árvákkal, az elhagyottakkal és egyedül maradtakkal, a szenvedőkkel és a betegekkel. Adjunk, hogy minden gyermeket békében élhessen, és élete végén elnyerje üdvösségedet az Úr Jézus Krisztus által, akinek a nevében együtt hangos szóval így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajta. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet.